Köszöntöm Önöket, ez itt a Közügyek, a mai műsorunk elején az állattenyésztéssel foglalkozunk. Megnézzük, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki ebből meg is éljen, és milyen támogatásokra számíthatnak a tenyésztők. Utána azzal foglalkozunk, hogy ki az, aki lőfegyvert tarthat Szerbiában, mikor és mire használhatja. Ezt annak kapcsán tesszük, hogy pár nappal ezelőtt Szabadkán lőfegyverrel öltek meg egy kutyát. Utána a képviselők feladatairól beszélünk, ugyanis most már megalakult a köztársasági, tartományi, illetve a városi és községi képviselőházak is megalakultak. Megnézzük, hogy mik a képviselők feladatai, milyen jogaik, kötelezettségeik vannak. A műsorunk végén pedig elmondjuk, hogy milyen diákmunkák vannak Újvidéken, és hogy mennyit kereshetnek az egyetemisták. Tartsanak velünk, kezdünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek Fejlesztések nélkül elképzelhetetlen az állattenyésztés. A fajta választás, az alapállatállomány beszerzése, a tenyésztéshez szükséges infrastruktúra kiépítése hatalmas pénzösszegeket igényel. Ha a tenyésztők hosszú távon is fenn akarnak maradni, haladniuk kell a korral. Vége láthatatlan sorban röfögnek dusnokiék kelet-biai óriában a disznók. Fiatal gazda a fejlesztésének köszönhetően tudta kiépíteni a farmját. 2010-ben kezdtünk el sertéstenyésztéssel foglalkozni. Előtte fejős teheneink voltak, de nem volt nyereséges a tenyésztésük, és ezért 2010-ben átálltunk sertéstenyésztésre, ami 20 anyakocával kezdtük, és így lassan a mai napig főfejlődtünk, már 120 anyakocával dolgozunk, és így ebből élünk. Ez a fő bevételi forrásunk. Milyen fajta alapállatállományjal dolgoztok, és hogyan tudjátok ezt beszerezni? Főleg jogsír anyaállatjaink vannak, akiket, szóval akikből csinálunk F1-es anyakocákat, amiket aztán azokat hagyjuk kocának, és annak a malacai pedig hizlaljuk, és hát ebbe a szakemberek belesegítenek, hogy hogy kell ezt csinálni. A sertéstenyésztők az utóbbi időben sokszor panaszkodnak, hogy nem tudnak nyerességet termelni. Csaba szerint csak profi alapon éri meg a hízlalás. Ez a dolog szerintem attól lehet nyereséges, ha az ember profin csinálja a dolgot, mindenre odafigyel, sok malac darabszám van a koca alatt, az főleg fontos dolog, és még hogy főleg a földeken, hogy megtermeljük a saját magunknak a takarmányokat. A farmnak a fejlesztésébe, vagy a gazdaságnak a fejlesztésébe igénybe szoktatok-e venni támogatásokat, illetve mik azok, amire legjobban szükségetek van, milyen támogatásra? Hát a mezőgazdasági minisztérium támogatott bennünket, jószágáltalai támogatás van, amit anyállatra kapunk, és aztán hízósertés után van 1000 dináros támogatás, minden átadott hízósertés után. Még a felszerelésre is kaptunk támogatást, egy bizonyos százalékát a minisztérium visszautalta a számlánkra, vagyis kifizette. A pályázatokon való részvétel elengedhetetlen ahhoz, hogy a tenyésztők fent tudjanak maradni. Be kell, hogy segítsenek, mert másképp nem tud funkcionálni, mert sajnos nagyon kicsi a nyereség a hízon, mély pontját éli az ágazat, bár is én úgy érzem. Mikor elkezdtük 2010-ben, akkor nem jó volt az ára, és aztán egész félfejlődtünk 240-50 dinárig, sajnos ma csak 130 plusz adót kapunk érte. Ez is egy farmi ár, ami ha megfelelő minőségű az áru, csak akkor kapjuk. A juhtenyésztés az utóbbi években egyre jobban visszakerül az állattenyésztők látókörébe Vajdaságban. Kassa Csongor is ebben látja a kitörési lehetőséget. Jelen állapotban a leggazdaságosabb fajta ugye a juhok. Gyakorlatilag ott megmaradt az állami támogatás, és a piaci ára is nagyon szép, és stabilan szép az elmúlt 3-4 évre visszamenőleg. Csongor részt vett a Prosperitáti Alapítvány állattenyésztésre vonatkozó pályázatán. Tenyészállatok beszerzésére pályáztam, és
ahogy említettem, a juhászat most a kicsit kibontakozóban lévő ágazat gazdaságomban, és juhok beszerzésére pályáztam. Egy új fajtát szeretem volna, illetve úgy néz ki, hogy meg is valósul. Új fajtával szeretnék bővíteni, amivel már én régebb óta dolgozom, de nem tiszta állományban, tehát nem tiszta tenyésztésben, és ehhez fog majd most hozzá segíteni talán a Prosperitáti Alapítvány. A Prosperitáti Alapítvány összesen 40 millió dinár értékben ítélt oda támogatásokat mezőgazdasági termelők számára, minőséges tenyészállatok, méhanyák, méhrajok és kaptárok vásárlására. A stúdió vendége pedig Molnár Viktor, tartományi mezőgazdasági segédtitkár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a nézőket is! Nézzük akkor először is, hogy hányan foglalkoznak állattenyésztéssel Vajdaságban? Mekkora ez a szám? Sokan? Hát a gazdaság számot pontosan nem tudnák mondani, de azok, akik ma is még állattenyésztéssel foglalkoznak, azok mind komolyabban állnak hozzá, ugyanis a piaci követelmények nagyon megváltoztak az utóbbi néhány évben. Sajnos vajdasági szinten a házi állatok, tehát tenyésztett házi állatok létszáma folyamatos csökkenést mutat, de ami viszont örvendetes tény, hogy a minőségi tenyészállatok, tehát törzskönyvezett tenyészállatok száma viszont folyamatosan növekszik. Úgy a szarvasmarhák esetében, részben a sertések esetében is, és ez azért fontos, mert akkor akár a hús hasznú, akár a tej hasznú egyedek esetében a produktivitás az lehetőleg minél jobb, illetve a fajtától függően maximális, és remélhetőleg így ki is fizetődik azon egyedek tartása. Azt mondja, hogy komolyabban állnak hozzá a tenyésztők. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy sajnos azok a kisebb állatlétszámmal bíró tenyésztők, akik az utóbbi években nem tudták tartani a piaci versenyt, lemorzsolódtak, viszont a közepes és nagyobb termelők, tehát gondolok itt 30-50 tehén szám feletti állattartókra, illetve 80-100, illetve a fölötti sertés létszámot tartókra. Ezek többé-kevésbé megmaradtak, fejlesztenek, az épületeiket kibővítik, új felszerelést szereznek be, új farmokat, épületeket építenek. Tulajdonképpen ez nagyon fontos, mert itt Szerbiában is már állatvédelmi törvény új meg lett hozva, és hát bizonyos állatjóléti rendszabályok vannak, amiket be kell tartani, akár négyzetméterre vonatkozólag, hogy mennyit kell biztosítani egy-egy állategyednek, meg hát a megfelelő tartási, higiéni körülmények biztosítása az nagyon meg tudja könnyíteni az állattartók munkáját, mert a veszteségeket egyrészt minimálisra tudja csökkenteni, a produktivitás viszont maximális lesz. Ezek a számok, amiket említett az állatállomány szempontjából, akkor ezek szerint ez alatt nem is érdemes állatot tartani, vagy érdemes, csak nem tudnak megélni belőle a gazdák? Igen, a tendencia az, hogy csak is közepes vagy nagyobb állományokat érdemes tartani. Hát hobbi szinten tartanak, illetve a saját részre az emberek vagy a regisztrált gazdaságok is, de sajnos mi Szerbiában még nincs olyan rendelet, amely mondjuk kisebb létszámú állategyedeket tartók esetében a produktumokat, lehet, hogy legyen az tej vagy hús, annak a földolgozását lehetővé tenni könnyített módon, tehát könnyített higiéniai körülmények között, és annak a produktumoknak, termékeknek az eladását is lehetővé tenni. Így sajnos a kis létszámú háziállatot tartók, azok mind jobban lemorzsolódnak, eladják állományaikat, viszont aki
komolyan foglalkozik ezzel, és vannak többen, akár a szarvasmarhatartók, akár a sertéstartók új vonalakat, új hibrideket hoznak be, és hát a legjobb körülményeket és a legjobb tartási és takarmányozási körülményeket biztosítva úgy, ahogy pozitívra is ki tudnak jönni. Természetesen nem kell elfelejteni, mind ahogy a bejátszásban is lehetett hallani, hogy az állattartók mind jobban követik a különböző lehetőségeket, pályázási lehetőségeket, költségvisszatérítést, vagy nagyon kedvezményes kölcsönöket, és hát ilyenek vannak úgy a tartományi szinten, mint a Belgrád Minisztériumban is. Igen, erre szerettem volna kitérni egyébként, mert hogy mondta, hogy fejlesztenek a közepes és a nagyvállalkozók, tehát az állattenyésztők, akik több állatot tartanak, ők fejlesztenek és belefektetnek abba, hogy még több legyen és hasznot hozzanak. Ezt nem tudják önerőből megtenni, valahol pályáznak is. Hol tudnak pályázni? A köztársaságnál, tartománynál, és most itt van a Prosperitáti Alapítvány is. Így van. Azzal a különbséggel, hogy három típusú lehetőség van, egyrészt kölcsönök felvétele, ami hát az utóbbi időben mind kedvezményesebb kölcsönöket pályázati rendszerben próbál biztosítani akár a minisztérium, de különösen a tartomány, tehát 1-2%-os éves kamatú kölcsönökről van szó, és itt akár tenyészállatokat, akár különböző farmi felszerelést, sőt a vajdasági fejlesztési alapnál még épület építésre, rekonstrukcióra is lehetett pályázni. Ugyanakkor a mezőgazdasági titkárságon mintegy 2 éve farmi felszerelésre van kiírva a pályázat, és hát elég sokan jelentkeznek, természetesen Vajdaság minden részéből, de a magyar lakta területekről is, és látszik. Ez 6-7 hónapig van nyitva egy évben, az eszközök mennyisége az tavaly 50 millió dinár volt, az idén 30 millió dinár, és elég nagy az érdeklődés, az idén már előszámlával is lehet jelentkezni, és amennyiben valaki aláírja a szerződést, akkor biztos lehet benne, hogy a realizáció után az 50%-os költségvisszatérítést meg fogja kapni. Azt elmondhatom, hogy a legkisebb számla az 50 ezer dinár lehet, míg a legnagyobb az akár 3 millió fölötti is, tehát 1,5 millió dináros összeg a maximálisan visszatéríthető összeg. Hát ez elég komoly befektetést jelent, akár egy csirkefarm esetében, akár más ágazatban, ugyanis komoly eszközök, etetővonalak, itatóvonalak, akár fejű rendszereknek a vásárlását is így realizálni lehet, és hát gyakorlatilag bizonyos összegnek a visszajuttatása esetén rögtön forgótőke áll rendelkezésre a termelőnek. Nézzük akkor még csak azt, ön is említett már több állatot is a bejátszásban, és az egyik tenyésztő azt mondta, hogy most juhokkal foglalkozik, mert hogy arra van a kereslet, mivel érdemes foglalkozni? Hát ezt talán mindenkinek az egyedi meglátása, illetve talán részben szokása is meghatározza, ugyanis aki 10 vagy 20 évig szarvasmarhát tartott, az nehezen szokott váltani más kategóriára, legalábbis kevesek esetében történik ez meg. Minden esetre az elmondható, hogy a juhok esetében az utóbbi 2 évben a minisztérium tenyész állatok esetében és azoktól származó bárányok eladása esetén elég komoly szubvenciókat látott elő, tehát ez tetszik is a termelőknek, és ez minden helyén is van. Ugyanakkor az is elmondható, hogy többféle fajtával próbálkoznak itt Szerbiában, de véleményem szerint a merino és a csókai cigája az, amelyek legjobban megfelelnek, egyrészt többes hasznosításúak, tehát akár a gyapjú minőség és kielégítő, de ugyanakkor a hús
arányok is megfelelőek, és hát ezt keresik is az utóbbi időben mind jobban a felvásárlók. És akkor nézzük még csak a végén röviden, a Prosperitáti Alapítványnál is most jöttek ki az eredmények, éppen a tenyészállatokra lesznek még pályázatok, tehát tudnak még jelentkezni a tenyésztők a Prosperitáti Alapítványnál is. Hát most egyelőre ez a pályázat lezárult, és az eredményhirdetés megtörtént. Természetesen az eddig kiírt Prosperitáti Alapítványnál kiírt pályázatok kicsit más jellegűek, ugyanis részben itt arról van szó, hogy sokkal nagyobb támogatást kapnak a pályázók, legtöbb esetben csak 20% önrészsel kell rendelkezniük, és 80%-os támogatást kapnak, hát a CRB vagy akár uniós szintén is nem léteznek ilyen jellegű támogatási formák, de ugyanakkor szükségük is van rá termelőknek, akár melyik kategóriáról, pályázati formáról van szó. Természetesen mindenki szeretne megújulni a termelésébe, jó minőségű tenyészállatokat vásárolni, vagy éppen a méhészek esetében sokan még 20-25-30 kaptárral is mondjuk erősen, hobbi szinten foglalkoznak, de amennyiben lehetőségük van támogatott formában további 30-40-50 kaptárt, illetve rajt vásárolni, hát akkor már olyan komoly méh állományuk lesz, amiből hát talán kis hiány már meg is lehet élni. De ahogy ön is mondta, a termelők, tenyésztők figyelik a pályázatokat, hogyha igen, szeretnének fejlődni. Molnár Viktor, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm én is. Szabadka külvárosában lőfegyverrel vetettek véget egy kutya életének. Az állat gazdája biztonsági kamera felvétele alapján jöttek rá a gaztetre. A rendőrséget is értesítették a történtekről, akik most ismeretlen tettes ellen kezdtek el nyomozni. Kamerafelvételek bizonyítják, hogy a Domány család házi kedvencét valaki lelőtte június 2-án éjszaka. Itt van a kutya elől. Még stábunk ott járt, akkor is nehéz volt újra megnézniük az állatgyilkosságról készült felvételeket, amelyet a házon található biztonsági kamera rögzített. Akkor szóltam a rendőröknek. Domány Gábor továbbra is értetlenül áll az eset előtt. Sokáig megvoltak róla győződve, hogy nem lövés, hanem baleset áldozata lett a szeretett házi kedvencük. Június 2-án 9 óra 40 valahány perc vettünk figyelmesek, hogy a kutyánk nagyon erősen nyűszített, és rögtön elve rohantunk a kapuhoz, és ott vettük észre, hogy a kutyánk ott fekszik a bokroknál. A fiam vette észre, ugyanhogy egy vérző sebe van neki. Rögtön vittük az orvoshoz, és hát megpróbáltak a kutyát megmenteni. Mind idő alatt, mindazért minket meg voltunk győződve, hogy a kutyák játszás közben kaptak valamilyen sérülést. Tehát azt gondoltuk, hogy egy bokor ág szúródott át a kutyán. A szerencsétlenül járt háziállatot az állatorvos már nem tudta megmenteni. A család azonban nem hagyta annyiban az ügyet, és feljelentést tettek a rendőrségen. Továbbra sem tudják, hogy ki követte el a szörnyű tettet. Miután megnézték a vételt, nekik is elmondásuk szerint egyértelmű volt, hogy lövésről van szó, és én mondtam a rendőrnek, hogy hát valószínűleg, hogy egy légpuska által okozott valami lövés lehet, amire a rendőr azt mondta egyértelműen, hogy légpuska ilyen messzeről nem okozhat ilyen erős ütést. Aztán kezdtem én is valójában gondolkodni, hogy hát igen, hogy én nem értek a fegyverekhez valójában, aztán kezdtem gondolkodni, hogy tényleg hát van benne valami. Dományéknál a kutyák családtagnak számítanak. A most játszadozó Ebb kiskutyája volt a június 2-án meggyilkolt állat. Domány Harold talált rá aznap este. Elmondta, szerinte a házi kedvenc nem árthatott senkinek. Ezek ilyen kis keverékek, kis apró állatok, tehát szerintem egyáltalán jelent veszélyt, azon kívül gyugassák az embert. A családnak milyen traumát okozott ez a történet? Hát elég nagy traumát okozott, főleg édesanyámnak, mert ugye ő nagyon, nagyon szereti a házi állatokat, főleg a kutyákat, úgyhogy ütet viselte talán meg legjobban. Domány család tagjai elmondták, hogy nincsenek haragban a szomszédokkal. De arra gyanakszanak, hogy valaki környezetükből követte el az állatgyilkosságot.
A közvetlenül Dományék mellett élő idős asszony hallotta a kutyák vonyítását azon az éjszakán. Döbbenten értesült az eseményekről, ugyanis szerinte kedves és szeretetre méltó házi kedvenc volt a lelőtt állat. Én nézem a tévét, és az ablakon mindig nyílva, mert én beteg vagyok, és akkor ez a kell a levegő nekem. No. És én ahogy hallom, hogy kutyák ugatnak, én megijedtem, hogy a szomszédnál ugrál valaki be. Azt gondoltam, itt a lányom lakik, meg a vejem, meg az unokám mind. És azt gondoltam, hogy oda, egyszer csak hallom, erre szalad. Én az ablakon nyilva van, én megyek az ablakon, hogy majd becsukom, mert megijedtem. No. És arra már abban a pillanatban hallottam, hogy hogy van itt. Valami kutya sír, de úgy ugat az egész kutya az utcában. Egyszer csak elhallgatnak. Na mondom, most mi van? A közelben mindenki hallotta azon az éjszakán a kutyák jajveszékelését. Lövés hangjáról azonban senki sem tudott beszámolni. Az ott lakók szerint többen kimentek az utcára az esetet követően. Lakunk már 60 éve, 66 éves vagyok, itt lakunk, és ez borzasztó, hogy a kutya szegény. Én hallottam, de nem láttam. És annyira sírt szegény kutya, hogy én befogtam a fülemet, nem bírtam hallani, de nem ismertem ki se jönni. Az eset kapcsán a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz egyelőre. Ígéretük szerint a szomszédokat is kihallgatják az ügyben. Továbbra is rejtély azonban, hogy kinek lehetett útjában egy mindenki szerint kedves és aranyos állat, és ki lehetett az, aki fegyverrel oltotta ki a házi kedvenc életét. A stúdió vendége pedig Denegri Kárló ügyvéd. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy eljött. Jó napot kívánok. Nézzük akkor először csak azt, a tulajdonosok feljelentett, illetve jelentést tettek a rendőrségnek. Mi az, amit tehetnek még? A rendőrség most elkezdett nyomozni, a tulajdonosok tehetnek-e valamit még? Hát a tulajdonosok esetleg segíthetnek valahogy a nyomozásba, hogy szomszédságba találnak-e ők is valaki tanút, vagy utána néznek a dolgoknak, de hát ez tulajdonképpen hivatalból megy. Úgyhogy itt most már a rendőrség nyomoz, aztán az ügyészség hatáskörébe tartozik. Tehát ez egy olyan bűncselekmény, ami nem ilyen privát följelentés alapján megy, tehát az más, hogy ők ezt úgy jelentették be, de olyan bűncselekmény, ami mikor tudtál jön a rendőrségnek, akkor ők ezt hivatalból nyomoznak, az ügyészségnek átadják az ügyet, és a bíróság is bonyolítja tovább, ugye. Ez azt jelenti, hogy elnézést, most ez csak engem érdekel, hogy igaz, hogy lőfegyver volt, tehát ez már elég igen, komoly probléma, de egy kutyáról van szó. Ettől függetlenül komolyan veszik a hatóságok ezt az ügyet? Hát én remélem, hogy igen, mert mondjuk 10 évvel ezelőtt még olyan törvény volt, a büntető törvénykönyvben olyasmi nem volt, hogy állat megölése az bűncselekmény, hanem az állatokat azt úgy vették, mint hogy valami tárgy lenne. A tulajdonosnak, a vagyonának a megrongálása volt. És úgy jött ki. Ma pedig van külön, egy pillanat, egy kis puska, 269-es, ha jól tudom, igen, 269-es szakas a büntető törvénykönyvben, ami arról szól, hogy szabad fordításban az állatok megölése és bántalmazása című bűncselekmény, ami külön ki van emelve, és a kvalifikált esetekben, tehát az ilyen nehezebb esetekben akár 3 évig terjedő leülendő börtön, leszolgálandó börtön büntetéssel is lehet büntetni. Tehát pénzbüntetéstől 1 évig terjedő börtön, az, hogyha valaki például egy kutyát megöl, csak úgy simán, hogyha véletlenül több állat kínzása és valamilyen drasztikusabb módon történik annak az állatnak a megölése, akkor akár 3 évig terjedő börtönt is lehet kapni. És ebben a szakaszban van még egy olyan kitétel is, ami ezekkel a kutyaviadalok, meg az ilyen állatviadalok, meg ilyen hasonló dolgok szervezése, ott fogadása, stb. Ott már eleve leülendő börtönbüntetés, hogy 3 hónaptól 3 évig terjedő börtön. Tehát 3 hónap alatt nincs is. Most még van. Ez a konkrét esetben, ha megfogják a tettest, akkor ő akár pénzbüntetéstől 1 évig terjedő börtönt kaphat. Nem súlyos bűncselekmény. Tehát mi azt jelenti, hogy akár pénzbüntetése büntethető, ami lehet itt ebben a konkrét esetben 50-től 300.000 dinár, mondjuk, vagy lehet kaphat föltételes büntetést, vagy kaphat maximum 1 év az a büntetés. De hát általában nem adják az 1 évet, ha nincs valami külön probléma. Itt most, hogy
fegyverrel történt ez, ez valószínűleg akkor most itten szigorúbb. Jobban tolódik az egy év felé ebben az esetben. De egy évnél többet nem kaphat. Tehát állat... Hát mivel, hogy egy állatról volt szó. Egy állatról, egy kutyáról volt szó. Ez ebbe a kategóriába tartozik. De ez is már haladás a mi büntető rendszerünkben, mert mondjuk 2006-ig mondom, ilyen egyáltalán ez nem volt bűncselekmény. Az ember... Mert most én még a saját kutyámat se ölhetem, meg persze nem is akarom, mert szeretem. De mondjuk régen ez egyáltalán nem volt kétséges, hogy az ember. Azt a saját tárgyam, és azt csinálok vele, amit akarok. Mert jogilag az egy tárgy, hiába élőlény. Az én tulajdonom is akkor így. Tehát ez. Nézzük akkor, térjünk át a fegyvertartási jogra. Ugye, mert hogy itt az volt a legnagyobb probléma, hogy lő fegyverrel. Ki az, akinek egyáltalán lehet fegyvertartási joga Szerbiában? Hát igen, ez most épp egy aktuális dolog, mert most március végén lépett életbe ez az új lőfegyverekről és muníció, vagyis lőszerekről szóló törvény nevezetű, ami ezt az egész tehát szabályozza. Annyival, hogy ez a törvény ilyen kívül esik az ilyen hadsereg, rendőrség, fegyveres ilyen szolgálatok, ez a polgárokra vonatkozik ez a törvény, kimondottan. Tehát itt megvan, hogy vannak fegyverek, amiket semmiféle engedélye, semmi körülmények között én nem vehetek. Például az ilyen harcászati fegyverek, mondjuk gépfegyver, aknavet, hogy ne túlozzunk most már tovább. De hát itt tulajdonképpen különféle vadászfegyverekről van szó, ez egyik téma, tehát ilyen vadászati témák, vadászpuskák, stb. Ilyen speciális íjak, amik ilyen nagy erejűek, és akár emberölésre is használhatók tulajdonképpen. És a közönséges kis pisztolyok, amik ugye önvédelmi cél. Tehát mondhatnánk, önvédelmi fegyvereket lehet csak hivatalosan tartani, annak pedig elég sok és szigorú feltétele van. Tehát itt a belügyminisztérium értékeli a dolgot, elsősorban kell az embernek egy olyan bizonylat, hogy büntetlen előéletű, ami azt jelenti, hogy most ezt nem kell annyira globálisan venni, hogy én most csináltam egy közlekedési balesetet, attól még én elméletileg kaphatok egy pisztolyt, de mindenféle bűncselekmény, ami bármilyen testi épség, hát tehát, hogy magyarul mondva, karikírozva egy gyilkos, egy rabló, egy lopó, egy verekedő, aki ilyesmi el volt ítélve, annak még véletlenül se adnak. Ez már kizárók. Ugye? Második, ami új ebben a törvényben, eddig nem tudom, hogy miért nem volt benne, de valószínűleg ilyen okok miatt azért történnek ilyen esetek is, hogy komoly orvosi vizsgálaton kell átmennie, testi, lelki képességek, hogy megvannak-e arra, hogy én most fegyvert tarthassak. Mert itt is még szét kell választani, hogy van fegyvertartási engedély, meg fegyverhordozási engedély, tehát ez két téma. Közönséges polgár normális körülmények között csak fegyvertartási engedélye lehet, ami azt jelenti, hogy otthon a házba vagy esetleg az udvarba szédeleghet a pisztolyával, éjjel, hogyha lopó jön be, de nem mehet elsétálgatni valahova, hogy az utcán sétálgatok, és akkor mutogatom a pisztolyomat, vagy bemegyek a vendéglőbe és lövődöznék, ugye? Tehát, hogy egész más téma. Azon kívül itt kell, hogy legyen még fegyver lap, hát ezt nem tudnám legjobban lefordítani, ami most biometrikus irat lesz, mint ezek az új igazolványok, és tehát a muníciót, vagyis a lőszert is csak annak a birtokában kaphat valaki, és ez a rendőrsége össze van kötve, tehát mindig tudják, hogy én elmentem venni mondjuk rá egy töltényi lövedéket, golyót vagy táramba. Tehát ez egy komoly és összetett szabályozás. Ez most kezdett, most lépett életben, mondom a tavasszal, már régen ez elég olyan a rendőrségnek az elképzelésétől függött, hogy most ki kaphat, ki nem kaphat. Most pedig azért ez sokkal objektívabb kritériumok is vannak. Például az orvosi vizsgát, azt minden 5 évben meg kell ismételni, minimum. De ha véletlenül valakinél valami előállt, és ezt az orvos bárhol konstatálja más ügyekben, még őnek is kell tudni akkor, mert az orvosi kartonra is rá lesz írva, hogy ennek az embernek van fegyverhordozási, vagyis teltartási engedélye.
Na most a fegyverhordozás az még egy fok tovább, az még ritkábban kapható, még körülményesebb valójában. Ezt csak olyan emberek kaphatják közönséges polgárként, aki nagyon komolyan megokolja, hogy ő neki nagyon veszélyeztetve van az élete, vagy a vagyona, vagy valami. Tehát vannak ilyen esetek az életben. Annak ellenére, hogy ez a szabályozás most életbe lépett, mégis sokaknak van fegyverük, tehát korábbról. Ezt tudják-e a hatóságok valahogy ellenőrizni, hogy kinél van, vagy ők kötelesek-e beszolgáltatni ezeket a hát fegyvereket, igen, és hogyan tudják kötelezni őket? Kötelesnek, kötelesek, úgyhogy, de hát ez egy mentalitás kérdése, és ezeken a tájakon akkor sajnos voltak itten komoly háborúk is, meg ahogy az emberek, tehát könnyen jutottak fegyverekhez, olyanokhoz is, amit még engedélyese használhatna, mondjuk gépfegyvert nem tarthatnák otthon sose. Vagy másféle robbanószereket, valaki kézigránátokat gyűjt, meg ilyenek is vannak. Ez mind törvénytelen, keményen büntetendő. A rendőrség belügyminisztériumnak úgy időnként voltak ilyen akciói, hogy a megfélemlítés meg a büntetés helyett kiraktak egy konténert a rendőrség elé, vagy valahova, és oda az emberek éjjel bedobálhatták a fölösleges fegyvereiket, úgyhogy akkor büntetés az amnestia volt. Ez már többször megtörtént. Ilyenkor ez az akció sikeres is, mert elég sok fegyver elmegy. De hát ilyen nem hivatalos beszélések szerint még mindig több mint 1 millió fegyver van illegálisan Szerbiában, úgyhogy ez még odébb van. Hogy... És akkor térjünk vissza csak még a kutya gyilkossághoz röviden, mert hogy lejárt az időnk. Tehát így ezáltal nem tudják kizárni azokat az embereket, vagy nem tudják megnézni azt, hogy kinek van fegyvertartási, illetve fegyverhordozási joga, hiszen olyanoknak is van fegyverük, akiknek papírjuk erről hát, nincs, úgymond igen, mit tud hát tenni a rendőrség? Ez egy probléma, mert valójában azért van egy ilyen, az embernek egy privát szférája, hogy most én egy házam pincébe, vagy egy szekrénybe elzárva tartok valamilyen csoda fegyvert, amit soha nem veszek elő, hát akkor most ugye, de addig talán nincs is olyan nagy baj. Hanem itt a baj ott kezdődik, amikor azt előszedi és elkezdi használni. Tulajdonképpen házkutatási parancs nélkül nem lehet most házra-házra menni és nézegetni, kutatgatni, hogy van-e fegyver. Általában az ilyesmire úgy jönnek rá, vagy hogy sajnos megtörténik a baj, vagy valami lövöldözés, valami incidens történik, vagy pedig, hogy hát valaki, valami más, valami polgár ezt tudja, vagy valaki híreskedett ezzel, vagy valahogy elszúrta magát, és akkor ilyen információk alapján. Tehát ilyen. De hát ez a világban különféle tendenciók vannak erre. Nálunk ez mindig restriktívabb irányba megy. Vannak olyan országok, ahol pedig, mondjuk Amerikában vannak egyes országok, ahol pedig fordított, hogy inkább az emberek biztonságai engedik nekik, hogy boldog-boldogtalan fegyvert használjon. Úgyhogy különféle teóriák vannak erről, hogy most mi a jó, hogy legyen az embereknek fegyverük, vagy ne legyen, mert az illegális fegyver se jó. Denegri Kárló, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a meghívást. Tegnap este 9 óra után, két napi vita után megválasztották a haladó párti Maja Gojkovicsot a köztársasági házelnöki posztra. A pénteken berekeztett ülés után tegnap tovább vitáztak a képviselők, majd nyilvános szavazáson döntöttek. 159 politikus voksolt Maja Gojkovicsra. Nézzünk meg először egy összefoglalót a tegnapi ülésről, majd pedig a régi új házelnök beszédéből láthatnak egy részletet. Mislim da Maja Gojković ima veoma dobru referencu za tu funkciju. Volt, aki méltatta. Mi iz demokratske stranke nećemo glasati za njen ponovni izbor. És volt, aki elégedetlenkedett amiatt, hogy ismét Maja Gojković lesz a köztársasági parlament házelnöke. A kormányalakító ülés már múlt pénteken elkezdődött, akkor azonban a korelnök hétfőre halasztotta az ülést. Dragojub Mityunovics azzal indokolta döntését, hogy a képviselők minden egyéb politikai kérdéssel foglalkoztak, az elnök megválasztását kivéve. Akkor meddő vita folyt. A hétfői ülésen így főként még mindig a második napirendi pontról volt szó, azaz a házelnök megválasztásáról. A képviselők felszólalásaikban nem mellőzték a személyeskedést sem. A demokrata pártin Alexandra Jerkov egy a Maja Gojković elleni eljárásról beszélt felszólalásában.
je 9. maja 2013. godine doneo pravosnažnu presudu kojom je utvrdio da je Maja Gojković kriva za štetu koja je nastala gradu Novom Sadu, na osnovu koje je sa računa grada skinuto 4 miliona evra. A haladó színekben politizáló Alexandra Tyurovics szerint kizárólag Gojković korábbi elnöklésével kell foglalkozni. Az elmúlt 4 évben ugyanis kiválóan végezte a munkáját, és az ellenzékiekkel sem viselkedett ellenségesen, emelte ki a politikus. Moje mišljenje je da je ona na jedan kvalitetan i tolerantan način vodila sednice Narodne skupštine i vrlo često su upravo poslanici Srpske napredne stranke njoj upućivali kritike da je dosta tolerantnija prema opoziciji nego prema... Ez csak néhány a számtalan felszólalás közül. Az estében nyúló ülésen a képviselők végül nyilvános szavazással döntöttek a házelnök megválasztásáról. Belačić Aleksandra. Protiv. Bečić Magister Igor. Za. Végül 159 képviselő voksolt Maja Gojkovicsra. A maratoni ülés legvégén az alelnököket is kinevezték. Az előző megbeszélésekkel ellentétben a 7 alelnök helyett 6-ot választottak. Az Elég volt mozgalom ugyanis nem támogatta az eredeti javaslatot. Végül Veroljub Arsic, Vladimir Marinkovics, Konstantin Arsenovics, Györgye Milicevics, Vjerica Radet és Gordana Csomic kapta az alelnöki posztot. A parlament főtitkára Svetislava Bulajic lett. Zaista zahvaljujem pre svega poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, zatim svima onima koji su potpisali inicijativu, odnosno predlog za moju kandidaturu za predsednika parlamenta Republike Srbije u ovom sazivu. Iskreno se zahvaljujem i svim poslanicima, svim poslaničkim grupama koje su glasale za mene i obećavam zaista da ću u narednom periodu, naravno, da ću u narednom periodu opravdati vaše poverenje koje ste mi dali i ovog puta. Zahvaljujem jer sam pažljivo slušala i u petak i danas sve vaše diskusije i zaista zahvaljujem na svemu onome što ste pozitivno rekli o meni, o mom radu, ali želim da naglasim da sam probala pažljivo i da shvatim poruke onih poslanika koji su ipak se držali dnevnog reda i govorili o tome zašto ovoga puta neće da mi daju poverenje, ali nekako sam shvatila da mi ostavljaju otvorena vrata za saradnju i mogućnost da se i oni predomisle ne novim glasanjem, ali da se predomisle i nakon završetka našeg zajedničkog četvorogodišnjeg rada, ipak kažu da su mogli da mi daju poverenje. Ali slušala sam i one koji su bez ikakvih argumenata vrlo ružno pokušavali da govore o meni. I naravno, u narednom periodu neću obraćati pažnju uopšte na te uvrede, to je pravo svakog poslanika da ličnu kartu svoju odmah iznese na početku ovog našeg rada i da se legitimiše kako shvata ovaj rad, da li nešto smatra da treba potkrepiti argumentima ili rečnikom mržnje, netolerancije, iznošenje neistine. Moje veliko obećanje je onima koji su vladajući većini budućoj i onima koji će ostati u opoziciji da ću biti predsednik jednak prema svakome. U onoj meri u kojoj se budu pozitivno i negativno izjašnjavalo o predloženim zakonima, a neću imati razumevanja za pokušaje da se od ovog parlamenta napravi nešto drugo osim onoga što piše u Ustavu i u našim pozitivnim propisima. A to je da ovo najviše zakonodavno telo, grana vlasti koja mora mnogo, mnogo da radi u narednom periodu da bi opravdali
poverenje građana, svih nas ovde, bez obzira da li smo vlast ili opozicija, i da shvatimo jedno, da sliku parlamenta ne stvara i ne može da stvori jedan čovek. Sliku parlamenta stvaramo svi mi zajedno. Našim obraćanjem, našim međusobnim uvažavanjem, izgrađivanjem tolerancije i svakim glasanjem za predlog zakona, za ili protiv, mi opredeljujemo život običnog građanina. I uvek to imajte na umu, da mi ovde predstavljamo građane, a ne sami sebe. Zahvaljujem se još jednom na svima koji su pokazali da imaju poverenje u moj način shvatanja parlamentarnog života. Hvala vam puno još jednom. Megalakult a köztársasági parlament, a tartományi parlament, és községi, illetve városi szinten is megalakultak a képviselőtestületek, de hogy mik is a képviselők feladatai, mik a kötelezettségeik, mik a jogaik, erről Ladóczky Gyulát, a köztársasági választási bizottság tagját kérdezem a beszélgetést. Kora délután rögzítettük, jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött. Nézzük, akkor tisztázzuk le az elején rögtön, hogy mik a képviselők fő feladatai. Képviselők fő feladataik már a nevükből is ered, hogy képviseljék azt a populációt, azt a pártot és azt az ideológiát, amely alapján oda kerültek a parlamentbe. Tehát mint népképviselő a nevük is mondja, azt a népet képviseljék, amely megválasztotta őket. Ezen felül is nagyon sok feladatuk és jogaik vannak, tehát mindenképpen joguk és kötelességük az ülésekre járni. Tehát a köztársasági parlamentben jelezniük kell a hiányzásokat a parlament elnökének, hogy nem tudnak részt venni. Ugyanis ez fontos a kvórum szempontjából, minden pillanatban, ugyanis amikor határozatot hoznak, a képviselők többségének jelen kell, hogy legyen, ami érvényes a város és a tartományi parlamentre is. A képviselők... Elnézést, ez általában úgy is szokott lenni, ugye, amikor ilyen határozatot kell hozni vagy szavazni, akkor általában ott van a többség. Természetesen, és vannak olyan határozatok, ahol minősített többség kell, tehát például alkotmánymódosításhoz például a kétharmados többség, költségvetés elfogadásához az összképviselők többsége, tehát nem a jelenlevők többsége, hanem az összképviselők többsége, és még van több ilyen kérdés is, ahol minősített többség kell. Említette rögtön az elején, ugye, hogy a képviselőnek az a feladata, hogy képviselje a népet, illetve azokat a választópolgárokat, akik megválasztották őket képviselőnek, ezt hogyan teszik? Hát sokrétű, hogyan kell tenniük? Sokrétű joggal vannak felruházva, ugye egyrészt részt vesznek az üléseken, másrészt hozzászólhatnak az adott témákhoz, kérdéseket tehetnek fel a kormánytagjainak, a kormányban dolgozóknak, más tisztségviselőknek írásban, ez a fő szabály, bizonyos esetekben magán az ülésen is kérdésekkel élhetnek, és természetesen betekintési joguk van a törvénytervezetekbe, egy nagyon fontos jog, és természetesen módosítási indítványokkal élhetnek ugyanezekben az ügyekben. Ezen kívül minden esetben joguk van, tehát a parlament épületébe belépni, joguk van a juttatásokhoz, joguk van úti költség térítése és egyebekre is. Mekkorák ezek a juttatások? Tudomásom szerint a köztársasági parlamentben 75 ezer dinárt kapnak, és ezen felül ennél jóval kevesebb képviselői pótlékot is, valamint bizonyos juttatásban részesülnek, ha bizottságok tagjaiként is, bizottsági elnök, minősítésükből fogva is. Rátérünk majd még a bizottságokra, de a tartományi parlament képviselő, illetve a községi szinten a képviselők, ők mekkora juttatásban részesülnek? Hát a községi szinten, városi szinten jóval kevesebb juttatásban részesülnek, 13 ezer dinár a mostani juttatásuk Szabadkán, de ez községenként, illetve városonként nagyon eltérő képet mutat. Ha nem vesznek részt az ülésen, akkor arra az ülésre, tehát levonásra kerül, még ezen felül kapnak tudomásom szerint 5000 dinárt, amennyiben részt vesznek az adott hónapban megrendezett ülésen, amennyiben nem, akkor ehhez nincs, elveszítik a jogukat. Ezen kívül városi szinten, amennyiben többszöri figyelmeztetésben részesülnek bizonyos ügyrendben meghatározott magatartási formák megszegéséért, akkor ez az összeg, ebből az összegből még le is lehet vonni 10-20-30-40 százalékokat is. Ilyen esetek is előfordultak már a múltban, tehát ha valaki
permanensen megsérti az ügyrendet, több ízben is figyelmeztetik egyebek, akkor a végén levonásra kerülnek ezek az összegek. Azt esetleg lehet tudni, hogy hányszor hiányozhatnak? Ez megvan szabva, hogy hányszor hiányozhatnak? Nincs. Említette ugye a bizottságokat, akkor nézzük, hogyan kerülhetnek be a különféle bizottságokba a képviselők. Képviselőcsoportonként a megszerzett mandátumok arányában oszták fel ezeket a bizottsági helyeket, ugyanígy ez vonatkozik a bizottsági elnökökre is. Vannak bizonyos íratlan szabályok, hogy mely bizottságokba kell ellenzéki képviselők elnököt vagy elnök helyettest is delegálni. Ez a parlamenti demokrácia része, ugyanez vonatkozik a városi szintre is, tehát ez is nagyon-nagyon eltérő képet mutat. A demokrácia azt kívánná, hogy a fontosabb döntéshozó bizottságokban ott azért jó, hogyha minél több képviselőcsoport tagjai részt vennek. Mi a különbség egyébként a köztársasági tartomány és a városi vagy községi képviselők feladatai, jogkörei között? Mik a különbségek, vagy mi az, ami nagyon nem egyforma? Például, ami nagyon nem egyforma, a köztársasági képviselőknek immunitási joguk van, tehát mentelmi joggal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy... Ez a tartományra és a községi képviselőkre nem vonatkozik. Nem vonatkozik. Mégpedig ez a mentelmi jog azt jelenti, hogy nem vonhatók felelősségre szabálysértés és büntető eljárásban, amennyiben hivatkoznak a mentelmi jogokra. Tehát ez minden esetben hivatkozniuk kell erre. Amennyiben börtönbüntetéssel fenyegetett bűncselekményt követnek el, akkor általában a bíróság megfogalmaz egy ilyen kérelmet a képviselő az elnöke felé, amely a mandátum és immunitásügyi bizottság elé terjeszti ezt a kérelmet, amely határoz arról, hogy a bizottság mentesít, illetve felmenti az adott képviselőt a mentelmi joga alól, és ebben az esetben a büntető eljárás lefolytatható. Arra esetleg tudnál mondani példát, hogy a mentelmi jogra mikor hivatkozhatnak, illetve mikor élhet, és mikor nem már? Hát minden esetben hivatkozhatnak rá, csak bizonyos esetekben ez a bizottság ez fölmenti őket, tehát ez a megítélés kérdése, de amennyiben a képviselő nem hivatkozik például egy közlekedési kihágás vagy szabálysértés folytán mentelmi jogára, akkor minden további nélkül felelősségre vonható. És mik azok az esetek, amikor pedig megvonják tőlük a mentelmi jogot? Hát súlyosabb bűncselekmény esetén nyilvánvaló, hogy a parlamentnek se érdekel, hogy olyan képviselő üljön ott, amely súlyosabb bűncselekményt követett el. Ez nyilván nem vetne jó képet sem a parlamentre, sem a bizottságra, sem az ott ülő képviselőkre. Nézzük akkor a képviselők mandátumát. A párt ugye nem veheti el tőlük a mandátumot, a párt, akinek a színeiben ugye politizálnak a képviselőházban. Mikor és hogyan szűnhet meg ez a mandátum? Ez pontosan így van, ahogy mondta, tehát régen ez úgy volt, hogy a párt rendelkezett a képviselők mandátumával, és úgymond egy blankó lemondást iratott velük alá a mandátumok megkezdése előtt, ami azt jelentette, hogy a párt bármikor ezt benyújthatta, és akkor egy új képviselőt nevezhetett ki. Ez nem olyan régóta nem így van már. Tehát a képviselő rendelkezik a saját mandátumával, a megbízatása több esetben megszűnhet, elsősorban lemondással, másodszorban halállal, harmadsorban olyan dolog folytán is, ha valamely tisztségre kinevezik, amely összeférhetetlen a képviselői mandátummal, például a kormány tagjává válik, bíróvá válik, és van egyéb több ilyen tisztség is van, amely összeférhetetlen, akár a választási bizottság tagjává válna, vagy válik, akkor ez összeférhetetlen a képviselői mandátummal. Ezen kívül, hogyha 6 hónapnál hosszabb letöltendő szabadságvesztésre ítélik, illetve ha a cselekvőképességét megvonják, tehát ha a cselekvőképességet gondnoksága alá helyezik, a cselekvőképesség elvesztése folytán. Ezekben az, illetve van még két eset, amely ritkábban szokott előfordulni, amennyiben elveszíteni az a szerb állampolgárságát, illetve megszűnne a lakóhelye Szerbiában, akkor automatikusan megszűnik a képviselői mandátuma is, de ezek a ritkább esetek. És akkor nézzük még csak a végén, mert hogy lejárt az időnk. A napokban elkezdett keringeni egy fénykép az interneten, és többször előjön egyébként, hogy a köztársasági parlamenti képviselők igen olcsón, teszem azt 9-10 dináros áron ihatnak kávét, vagy az ebéd is nagyon olcsó. Tehát ilyen tényleg ilyen 100 dinárokat érnek például egy ebédhez, vagy egy fogáshoz. Ez valóban így van? Olcsón tudnak ebédelni a köztársasági parlamenti képviselők, és ha igen, miért? Nézd, én nem vagyok túl gyakori vendég a parlamenti konyhán. Nem azt mondom, hogy nem étkeztem még ott. Nyilvánvalóan olcsóbb, mint egy egyéb étterem, de azt mondhatom, ha valaki egy komplett ebédet elfogyaszt, tehát nem sokkal olcsóbb, mint egy menü ebéd. Tehát attól függ természetesen, hogy milyen ételt választ. Egy sima egytál étel levessel, salátával, italal, az körülbelül 300-350 dinárba kerül azért. Természetesen ennél vannak drágább ételek is, és olcsóbb ételek is, de azt mondanám, hogy
egy olcsóbb menüebédnek megfelelő összegért étkezhetnek. Nyilván gondolom, hogy ez azért van, a pontosokat nem tudnám megmondani, mert nem nyereségesen dolgozik ez az étterem, de az is biztos, hogy a nem is előállítási áron, tehát valamilyen nyereséget biztos vagyok benne, hogy rátesznek ezekre az árakra. A kávéáráról nem tudok beszámolni, mert én nem fogyasztok kávét. Adottki Gyula, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm, hogy itt lettem. Pincérkedés, fagyi árulás, gyümölcsszedés, áru raktározása, csak néhány pénzkeresési lehetőség, amely nyitott az újvidéki egyetemisták előtt. A fiatalok szerint rengeteg előnye lehet az idény munkák végzésének, azonban ha elég pénzt szeretnének vele keresni, rengeteg időt kell feláldozniuk. A nyári szünidőben több tízezer diák keres munkalehetőséget. A diákok alkalmazásának szabályai a munka jellegétől és időtartamától függően sokfélék lehetnek. Számos ideiglenes munkalehetőség létezik az egyetemisták számára Újvidéken. A fiatalok sok esetben élnek is ezekkel, de a megkeresett pénzösszegekkel nem mindig elégedettek. Слабо кога познајем да је ангажован преко студентске задруге или било које друге организације где студенти могу да зараде током студирања нека своја новчана средства за своју екзистенцију. Што се тиче тих летњих послова, конкретно да ли знаш неке примере какви послови могу да се раде? Pa konkretno sam upoznat s poslovima u mom крају на плантажама воћа, бране вишања, купина, малина. Az egyetemisták szerint a munkáltatók sok esetben tartózkodnak attól, hogy foglalkoztassák őket, mivel attól tartanak, hogy tapasztalatlanok és nem tudják elvégezni a rájuk bízott munkát. Mások viszont éppen az olcsó munkaerőre hivatkozva részesítik előnyben a diákokat. Kevés pénzért olcsó, fiatal munkaerő, és nem csak nyáron. Već smatram da je to prilično dobar izvod prihoda za studente, naročito za studente koji studiraju malo skuplje fakultete kao što je arhitektura, na primjer, pa nam treba malo viška para, ali smatram da to je jedna jako dobra stvar i da poslodavci treba da pružaju malo više šanse studentima, da su studenti jako dobri i vredni. Reci mi, o kakvim poslovima je reč? Šta studenti mogu da rade? Pa koliko ja znam do sada i koliko sam se raspitivala s drugim ljudima, to su uglavnom konobari, mogu da rade u buticima, mogu da rade određene promocije i tako. Uglavnom neke poslove koje ne oduzimaju puno vremena kako bi mogli da se posvete ujedno i studijama. A hallgatók szerint a részmunkaidős foglalkozások által megkeresett pénz ugyan nem elég a mindennapi lételemek biztosítására, de mindenféleképp nagy segítségnek bizonyul. Uglavnom su slabije plaćeni, to se više može svoditi na neku, da kažem, dnevnicu, odnosno više se računa kao neki džeparac. Mislim da se ne može živjeti od toga ni plaćati stan ako se tome ne posvetite u potpunosti, ali kao džeparac da se odvadi određen broj troškova i da se pomogne roditeljima, to je jako dobra stvar. A dolgozó egyetemisták órabére 130 és 300 dinár között mozog. Így, ha 4 órát dolgozik egy fiatal 20 napon keresztül egy hónapban, akkor átlagosan mintegy 12 ezer dinárt vihet haza. Problémát leginkább az okoz számukra, hogy egyetemi elfoglaltságaik miatt nem tudnak teljes munkaidőt vállalni. Radila sam sezonski poslove, tipa prodavanje sladoleda, tako nešto. E sad, uglavnom, mislim, znam da su jako su dobre ponude s tim da dosta poslova je onih koji iziskuju 8 časova na radno vreme, a to jako teško se uklopi sa obavezama ako studiraš uopšte išta. Reci mi, kakva iskustva imaš sa studentima oko sebe? Da li oni često prihvataju takve poslove? Pa, čula sam da. Mislim, dosta momaka radi u ovim velikim trgovinskim lancima na skladištenju robe i tako nešto. A városban diákszövetkezetek és egyéb szervezetek is foglalkoznak azzal, hogy közvetítsenek a munkaadók és a hallgatók között, illetve hogy munkát találjanak a hallgatók számára. Az egyetemistáknak mindössze az indexükre is érvényes személyazonossági dokumentumukra van szükségük, hogy csatlakozni tudjanak ezekhez a szervezetekhez, a legtöbb esetben ingyen. Ha az egyetemista számára megfelelő munkalehetőség adódik és el is vállalja, a szervezet szerződést köt a munkáltatóval a hallgató ideiglenes foglalkoztatásáról. Trenutno imamo veću ponudu posla nego interesovanje studenta za taj posao. Dijapazon poslova je jako širok, znači od ispomoći u pekarama, u pizzerijama, rad na štrandu, rad na silosima, rad u voćnjacima, znači jako, jako, jako velika ponuda posla je trenutno.
Poslodavci trenutno imaju, kažem, veliku potrebu za takvom vrstom posla, to su sve privremeno povremeni poslovi, jer oni u ovom periodu zamjenjuju, njihovi radnici odlaze na godišnje odmore, tako da oni studentima zamjenjuju te radnike koji inače stalno rade na tim poslovima. Az Omega Deal Diák Szövetkezetnek jelenleg több mint 1000 tagja van. Évente átlagosan 300-400 fiatalnak sikerül munkát biztosítaniuk. A szerződés alapján a munkáltató a keresett bruttó összegét a Diák Szövetkezetnek utalja át. A nettó összeget a Diák Szövetkezet fizeti ki az egyetemistának a szerződésbe foglaltak szerint. Mi članarinu ne naplaćujemo, tako da dođu ili nas potraže na internetu, na našem sajtu www.poslozastudente.com ili na našoj Facebook stranici, tako da mogu nas pronaći ukoliko žele da rade, nije problem. A legtöbb hallgató úgy véli, ez a módszer biztonságosabb, hiszen így nem kell attól tartaniuk, hogy a munkaadó végül nem fizeti ki a munkájukat. Köszönöm a figyelmüket, mára ennyi volt a közügyek, holnap Fehér Márta várja majd önöket, maradjanak továbbra, és a Pannon Televízióval viszontlátásra.